A kékmezes Szeged ellen végre nem kellett az eredmény után futnia az albának, mert jól kezdtek a hazaiak és 9 ponttal elhúztak a meccs elején. Igaz, a szegediek ezt hamar eltüntették, ahogy várható volt, főleg Persons pontjaival, így az első negyed döntetlennel zárult. A másodikban sem sikerült egyik csapatnak sem komoly előnyt kiépíteni, de azért javult az Alba védekezése, szünetben 3 ponttal vezettek Vojvodáék. A döntő fordulat a harmadik negyedben következett be, amelyben nagyon jól kontrollálta a lepattanókat, tudott jó ritmusban támadni és alig engedte betalálni a Szegedet a Fehérvár. Az egész meccsen összesen 23 gólpaszt osztottak ki egymásnak az Alba kosarasai, vagyis működött a kollektív játék, és a dupla-duplát jegyző Facuade személyében egyéni extrát nyújtó játékos is akadt. Az utolsó negyedre 18 pontos előnnyel fordulhatott az Alba, és bár tisztességgel küzdöttek a vendégek, a felsőházba jutást biztosító hazai siker nem forgott veszélyben. A 90-81-es győzelem a negyedik helyre juttatta Matthias Zollner csapatát, innen folytathatja majd a középszakaszban, ahol a Falco, a Szolnok, a Körmend és a Sopron ellen játszik majd 8 meccset. A klub és a szurkolók pedig jótékonyságból is jelesre vizsgáztak, hiszen a meghirdetett gyűjtés eredményeként hétfőn sok adományt adhattak át az Alba Bástya központnak, amely ezt az ukrajnai helyzet elől menekülőknek juttatja el. Az volt a kérés, hogy inkább terméket, tehát árut, ételeket adjunk, mint hogy készpénzt. Úgyhogy ezt a mai napon, hogy az elmúlt két mérkőzésen erre gyűjtöttünk, erre kaptunk a szurkolóktól is adományokat, vagy pénz, és a csapat nevében is összegyűlt egy szép összeg, amit mi beváltottunk, vásároltunk ebből ételeket. Én azt gondolom, hogy ez azért több családnak, vagy több rászorulónak elég lesz. Az, hogy ez mennyi, ezt akik ezzel foglalkoznak, azok tudják, hogy ez mennyire elég. Mi abból gazdálkodtunk, ami befolyt. Én azt gondolom, hogy azért egy nagyobb mennyiség kijön ebből. Az Alba Fehérvár ezen a héten a Magyar Kupa 8-as döntőjében szerepel Debrecenben, csütörtökön a házigazda Deac-szal mérkőzik a negyed döntőben.